Mi fogalmaink szerint az innováció az, amikor viszonylag kevés pénzből nagyon komoly eredményesség növekedést érünk el. A Széchenyi elébe ment a nemzetközi trendeknek és a fenntartó minisztérium elvárásainak, ezt mondta az egyetem rektora konkrétban, ahol kiemelte, Győrben évek óta megvan az a környezet, ami tökéletesen alkalmas az innovációs készségek fejlesztésére. A Széchenyi István Egyetem ebben van előrébb, mint mindenki más. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán mi adjuk az ütemet, talán nem túlzás és nem szemtelenség azt mondom, hogy bizonyos értelemben mi súgunk a kormányzatnak, mert ők megnézik, hogy a benchmark, vagy hol működnek jól a dolgok, megnézik a modellt, és azt mondják, hát gyerekek, ez jó, akkor tessék mindenki más is vigye. És ugye ehhez kapcsolódnak ezek a Science Park hálózati dolgok, ott is persze arra ügyelve, hogy a felesleges párhuzamosságokat azért küszöböljük ki. A rektor a közeljövőben megvalósuló Science Parkról is beszélt a műsorban. Ezzel kapcsolatban kiemelte, a projekt a hazai innovációs és tudományos élet bázisa lesz Győrben. Azon kívül, hogy ez egy viszonylag drága beruházás, ennek nem csak a tudományt, nem csak a hallgatókat, hanem az egyetemet, mint gazdasági egységet is szolgálnia kell nagyon-nagyon hosszú távon. És most nem előlegezném meg ezt a modellváltás kérdést, de hát ugye azon is dolgozunk, és ez a fejekbe össze van kapcsolva, hogyha van egy science centernek nagyon sok különböző funkció van, mondjuk leképezve, ami az egyetemnek az alapfunkció, vegyen részt az oktatásba, vegyen részt az alapozó kutatásokba, vegyen részt a vállalati projektekbe, és egyébként termeljen pénzt. Dr. Föllesi Péter arról is beszélt, hogy jobban már nem igazán bővíthető a jelenlegi több mint 14 000-es hallgatói létszám. A Széchenyi inkább a minőségi képzés irányába mozdulna el a jövőben, megtartva a hagyományos alapképzéseket is. Mi nem engedhetjük meg azt, hogy azt mondjuk, ó, mi majd csak doktori hallgatókkal foglalkozunk. Igenis, kellenek ezek a kapacitások itt, de mondjuk arányaiban el lehet menni. Azt gondolom, hogy a négyzetméterben, hogy hát a kampusz szelete adott, most ott a környéken még lehet gondolkodni, nem nagyon van helyünk. Az meg, hogy szétszakítsuk a kampuszt, és sok-sok ilyen pici kis elszórt valami legyen, azt meg akkor nehéz menedzselni, nehéz költséghatékonyan fenntartani. Azt gondolom, hogy egy ekkora városnak egy kerkögyetem az azért bőven büszkeségére lehet. Ha kíváncsiak rá, miért jár a többi hazai és sok európai egyetemnél is előrébb a Széchenyi, akkor semmiképpen nem ulasszák el 9:30-kor kezdődő konkrét című műsorunkat.